Én nagyon jól érzem magam veled a forgatásokon, és azt gondolom, hogy tök jól és rugalmasan tudunk együttműködni. Kíváncsi lennék, hogy neked mi a véleményed erről. Most ha azt mondom, hogy jól, akkor nyilván, ha azt mondom, hogy rosszul, akkor meg mély. Olyan, mint én. Olyan 20 éves, mint én voltam. Meg lehet vele jelenni, tud köszönni. Olyan, mint én 20 évesen. És lehet, hogy valószínűleg ez a szimpatikus, mert nagyon jó gyerek, nagyon jó ember. Szerintem. Olyan odaadó. Nem vagyok törzshelyes. F*** is divatos. Köszönöm szépen! Köszönöm, Berci. Szerencsődött a pénteken. Általában itt vagyok, és akkor hétvégén meg a kedvesen majd szoktunk ebédelni. Onnan tudtam, hogy befogadtak, hogy amikor vendég van, akkor mindig zárva van a konyhának az ajtaja. És amikor én ülök le csak egyedül, akkor már simán megengedik maguknak azt, hogy kinyitják, és kijön a főnök. Jó van, Tomika. Érettség után szereztem 3 szakmát, felszolgáló, cukrász és szakács. Aszta. Nagyon durva. Életemben semmit nem dolgoztam benne. Én a mai napig nem tudom, hogy hogy hagyják fel a krémeset. Én gyakornok oskodtam. Tehát én 5 évig voltam fizetés nélkül gyakornok. Kamerát cipeltem, állványt hajtogattam, vittem a szerkesztő után a táskáját, a mikrofont, tehát végigjártam a ramblét. Aztán így operatőr lettem, aztán elvégeztem egy másfél, 2 éves kamerakezelési tanfolyamot, és akkor kész. Majdnem nem sikerült túlélnem egy 2010-es hazamenetelemet. Augusztus 31-én beszállok az autóba, és akkor a következő emléképem az, hogy nagyjából decemberben karácsony van, december 24. Tudod? És akkor ott anyám mondta, hogy azért rögbetyában voltam, hogy mi történik itt, hogy mit, mi van? Na ott az volt az a pont, amikor így átfordult az életem. Már átkezdtem átértékelni, lelassulni. De azért ezzel lehet csajozni, nem? Persze. Meg az intenzíves képeimet, hogy nézd, innen álltam föl. Semmit. Iszok. 10 éve, hogy megtörtént a balesetem, és azért szépen megtanultam 10 év során, hogy a otthoni gyakorlatokat is tudok végezni, és akkor ezzel gyakorlatilag nem segítek az állapotomon, viszont a romlását odázom el. Mindenkinek az édesanyja egy hős, de nekem aztán akkor ő überhős, mert lebénultam. Akkor azt sem akarta elhinni, mert ő látta, hogy megmozdítottam a lábamat, és utána ment, hogy de, mert ő egészségügyben dolgozik. De hogy látta is, hogy az idegrángás, meg az nem az volt, mert arrébb tettem a lábam, és mondta anya, hogy ő látta. Az úgy hogy arrébb tettem a lábam, és hogy biztos, hogy valami jelen még lehet annak, hogy fogok tudni át. Pont olyan időszakom volt Szegeden, hogy semmi nem volt jó, nem egyeztem senkivel. Éreztem, 30 éves voltam, 29-dik. Mondtam, hogy most vagy döntök az életembe, vagy nem, vagy itt maradok és belesüppedek. És akkor Anikónak jött az ajánlata, megtalált Anikó, és mondta, hogy jöjj. És gyakorlatilag egyszer voltam nála, körül itt a városon. Nézd meg, ugye miért? És a végén úgy volt, hogy nyújtott a kezét, hogy na, akkor januárektől. És adottam neki a kezem. Aha. És így vagyok itt. Ti. Tehát, hogy ami körül, ami van. Együtt vagyunk. Szerintem nem csak a munkában, mert az 8 óra naponta, 8-10 óra, de most már a szabad időnkben is. És az ökörbe szúrt testem így jövő, így elengedett. Ilyen. Barátságosnak gondolom magamat. Magamat. Barátkozós vagyok. Könnyen barátkozok, túl könnyen. Csalódsz is emiatt? Nagyon nyilván. De tudod, mit mondunk erre? Szeretem a sebeimet, mert abból mindig tanulok, és a sebek is, azok is én vagyok. Nem! Itt hallod! Ez egész égét repket hallod. Tőle. Megvan! Megvan! Várjál, mi? Miről beszéltünk? És te ki vagy? Na várjál, mindjárt összeszedem magam. Szeretem, hogyha szép rendben van a lakásom, szeretem, hogyha szép rendben vannak a dolgaim. Otthon nincs főzés. Kajaszok lesz.
én tudod, 17 évesen, ki tudod, szakadt farmer, tornacipő, és azt mondta, hogy na te így nem mész ki a polgármesterből szorgatni. És így néztem, hogy miért? Édesapám is izé pipec volt, tehát ő is mindig vasalt nadrág, vasalting, mindig, pedig nem volt olyan beosztásban, hogy meg kellett volna tegye, hogy megjelenjen. Szóval, és valószínűleg otthonról is hoztam, meg a televíziót, szegétől is belém nevelte ezt. A sebkendőm jól, nem? Amúgy felvettem a manzsettás ingemet mára. Jó. Én szerettem? Nem is vetted észre. Mentem haza, tudod, végeztünk a melóval, Ádám még valamiért bennmaradt, és kimentem, és behajtottam neki a utas felüli oldalon a tükrét. Mentem a kocsimhoz, mondom, semmi, hát lehúzza az ablakot, kinyúl, és tudod, kilöki a tükröt, és megy tovább. Nem mondom, akkor behajtom az anyós ülés felüli tükrét. Aha, be. Néztem, oda mentem. Alá néztem, tudod, biztos nem szóta behajtani, tudod, néni, és szóval, és kezembe maradt. Tületörtétek a tükrünköt, de megbosszuljuk! Visszamentem, hogy Ádi, figyelj már! Nem hajlik a jobb oldali tükröd? Milyen tükröd, Tomika? Hát az autódon. Azt mondja, hogy én soha nem próbáltam. Így mondja nekem, és te soha nem próbáltam. Mondom, de én igen. És mondom, letörtem, nem hajlik. Vettünk pillanatragasztót, ő megoldja a pillanatragasztót, ment ki Ausztriába focizni, és nem volt jobb oldali visszapillantója, tudod? És elkezdte ragasztani műanyag gyors ragasztóval, tudod, lefolyt a fényezésre. Tudod, így fogtam a fejem. Jó, a Cellux-a. És a végül is az a Cellux fogta oda a tükrét, és akkor meghozta az új tükröt, és nem tette föl soha sem az autójára. Hogy lehetsz ennyire tájékozott? Nem akarok gúnyos lenni. Gúnyos volt? Ez eléggé. Valahogy úgy tegyük fel a kérdést, hogy... Bence, hogy lehetsz fiatalkorod ellenére ennyire tájékozott mindenben?